9. születésnapját ünnepelte a Miskolci Termelői Nap. Vasárnap 9 és 13 óra között a szokott helyen, vagyis az Erzsébet téren rendezték meg a júliusi vásárt. A helyszíre kilátogatók ezúttal is beszerezhették kedvenc kézműves portékáikat és minőségi bioélelmiszereiket. Emellett pedig a születésnapi tematika miatt egy igazán tartalmas délelőtt várta a miskolciakat és a környékbelieket. Ás Gyula névzenész tartott hangszerbemutatót a 9. születésnapját ünneplő Miskolci Termelői Napon, sőt még arcfestés is várta a gyerekeket. A töretlen népszerűségnek örvendő közösségi programra most is sokan látogattak ki Miskolcról és környékéről, azonban voltak, akik messzebbről érkeztek. Mi egy ismerőshöz érkeztünk ide Miskolcra, és két napot töltünk itt ugye Szolnokról, és mindig végignézzük, hogy adott helyen, ahova megyünk, milyen programok vannak, és láttuk, hogy van ilyen termelői vásár, és nagyon megörültünk, mert mi Szolnokon is azért keressük azokat a lehetőségeket, ahol vannak ilyen termékek, ami háztáji, vagy egészségesebb termék. Az Erzsébet térre látogató kézműves termékek és bioélelmiszerek között válogathattak. Különböző ízesítésű sajtok, szörpök, zöldségek és gyümölcsök mellett a pékáruk és a hústermékek is nagy népszerűségnek örventek. Komlós István már 3 éve árul a Miskolci Termelői Napon, termékei iránt nagy a kereslet. Minden mi készítünk, megtermeljük a takarmányt, jószágaikat gondozzuk, antibiotikummentesen tartjuk a jószágokat, állatjóléti szempontból pedig szerintem egy szuper helyet biztosítunk nekik. De nem csak a húskészítmények voltak kelendőek, sokan vásároltak még tisztelt, kézműves sört és persze mézet is. A termelői nap azonban nem csak a bevásárlásról szól, közösségépítő hatással is bír. Az összes termelői nap sikeres szokott lenni, és ez nem csak azért van, mert biokézműves portékákat szerezhetnek be az ide kilátogatók, és minőségi élelmiszereket, hanem azért is, mert gyakorlatilag itt egy közösség is kovácsolódik. Tamás Krisztián kiemelte, mert ez az esemény egy olyan közösségi alkalom, amit a természetesség, a kedvesség, a tudatosság és a sokszínűség jellemez. Ez teszi immár 9. éves sikeressé. A Miskolci Termelői Nap minden hónap 3. vasárnapján várja az érdeklődőket az Erzsébet téren.